Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű szép napon. És hát ma két, hát mondjuk az, hogy különleges, mondjuk, mert az különleges ételt szeretnék nektek megmutatni, hogy én hogyan készítem el. Jó, kezdjük is. Az első lépés, hogy tegnap sikerült hozzájussak egy ilyen német tésztához, homestyle-is egg noodle, és hát ez fél kiló, és akkor fordulunk. Már nekem fel van rakva ugye a víz, a szívót azt levesszük, mert csak zajong, és teszek bele ilyen nagyon szép, nézzetek meg, ilyen szép szemcsés tengeri sóhoz sikerült hozzájussunk, sea salt, és hát ebbe ugye ezt a tésztát feltéve ki tudom nyitni, nagyon egyszerű lesz. Megoldok a Gordiusi csomót, mi Nagy Sándor. Ugye, egyszerűen ketté vágta. És kérem. Én úgy gondolom, hogy egy pár perc alatt ez meg fog főni. Igen. Jó. Nos, ugye látszik, már én készültem. A gyerekek, ma szabadnapos vagyok, ugye csütörtök, és hát úgy gondoltam valamelyik nap, hogy ennénk, illetve hát én, ezt elmondtam Évinek is, azt mondta, hogy rendben van, egy ilyen savanyított, ecetes, lilahagymás, virslis babsalátát. Azt mondja az Évi, hogy miért kell a lesavanyítani. Ő annyira nincs oda az ilyesmiért. Hát mondom, miért? Mert én emlékszem rá, én ettem ilyen babsalátát, és virsli volt benne, hagyma, ilyesmi, és hát olaj, tehát ilyen olajos, és savanyú, ecettel volt. Azt mondja, próbáljam meg megcsinálni majonézzel. Hát, jó van. Akkor lesz majonézes. Tejfölös majonézes. Hát itt van egy sörbab. Ugye itt van virsli. Itt van 3 egész tojásnak a fehér része. Na most itt jön az érdekes rész. Várjál csak, ez egy másik kaja lesz. Itt ezt én már is ide átrakom, a 3 tojás sárgáját ide. Ebben itt lesz a kikeverés. Alright, nem akarok itt összekeveredni. Mégpedig az lesz az érdekes rész, hogy ezt az anyagot, fokhagyma, újhagyma és lilahagyma, ezt nem egészen nyersen fogom beletenni. Alright, megmutatom, hogy mit csinálok vele. Napraforgó és olívaolaj keveréket fogok használni. És ráadásul nem is nagyon sajnálom. Nézzetek oda. És már is ezt beleteszem. Így, ahogy van, elő volt melegítve már az edényem. És... tehát nem nyersen tesszük bele a salátába. Ez hideg saláta lesz. Ugye? Ezt mondanom sem kell. És hát ez... ugye, egy kicsit azt szeretném, hogy ne legyen olyan crunchy, tehát puha legyen magyarul. Ugye, és a fokhagyma is egy kicsit, ugye így, ahogy megvan, egy kicsit kapatva az olajon, jobb íze van, meg az egésznek. Na most paprika, ilyesmit nem teszünk bele, csak hagymát és fokhagymát. Úgyhogy ez a dísztelés, ez nem tarthat tovább, mint eddig. Tehát ugye, ha megnéztétek volna karórát, kb. 1 perc. Már is lekapcsoltam. Már is. És ennyi volt az egész. Még amennyi kis... de jó illata. Még amennyi kis hő maradt ugye a platniban, az edénynek az alja ilyen vastag,
ugye az megtartotta, és az bőségesen elég ahhoz, hogy abba az állapotba kerüljön ez a háromféle dolog, amilyenben én szeretném, legalábbis az én elképzelésem. Ez egy saját recept lesz, gyerekek, ezt én végig gondoltam, hogy hogyan szeretném megcsinálni, és hát én úgy gondolom, hogy jó lesz. Oké? Közben ezzel is vigyázni, nem szabad overcook, nincs túlfőzés, nem szabad. Elvileg 10 perc a forrástól számítva, kicsit lejjebb vettem, úgyhogy most erősítünk. És mint látjuk, ugye még mindig pezseg egy kicsit, tehát rátöttem a virslit. És ezt is egy kicsit, ugye, amennyi hő van benne, ugye az annak a segítségével egy kicsit összehúzatom. Ugye egy kicsit. A virslik az általában sosem nyersek, hanem azokat főzik már a gyártása folyamán. Én itt kicsit csak átforrósítom. Jó, és akkor ezt itt egyelőre békén is hagyjuk. Jó, a tésztán készen van. Hideg víz. Azonnal hűtjük. Majd le fogjuk csurgatni természetesen a hideg víztől is. Jó? Igen, a tésztánkkal kész vagyunk, az nem ehhez a fogáshoz, nem ehhez készül, ez egy saláta lesz, ugye mondtam, de akartam, hogy azon legyek túl. Ugye a tojásfőzés, stb. Ezeket már letudtam, és ugye a tésztafőzés is legyen meg. Jó, megcsináljuk a szószt. Tehát, mit használunk? Majonézt és tejfölt, majd mustárt, és azt be fogjuk ízesíteni. Kezdjük is talán a majonézzel. Tehát összetörtem elnézést a gyors fejmozgatásért. Elfeledkeztem róla, hogy kamera van a fejemen pillanatra. Hát nem kell túl sok. Így nagyjából. Hát itt szemre megyünk, nem kicsit deka, meg ilyesmi. Nem is tudnám megmondani, hogy ezt most hány deka, vagy gram, vagy afranc tudja. Szóval... Jó, és én úgy gondolom, hogy majdnem annyi tejfölt is hozzáteszünk. Legyen jó krémes, krími. Ugye? Na most innentől fogva, aztán ugye a beízesítés, hát az rajtunk múlik, hogy hogyan oldjuk meg. Én úgy gondolom, hogy teszek ide egyelőre még ezt a sót annyira nem ismerem, mennyire erős só. Ezt a fajta sót még nem vettem, már úgy értem, hogy vigyázni kell vele, ez erős só. Úgy értem, hogy sós, nagyon sós. Na, nem mindegyik ilyen. Jó, tehát ennyi, és nem több. De jó, hogy megkóstoltam. A többi só az nem ennyire erős só íze, nincs ennyire erős só íze. Vigyázni vele, jó tudni. Na most, ugye ezt meg lehet még dúsítani. Hát ilyen tartárszerű valamire gondoltam, mondjuk egy jó evőkanál, egy pici mustárjóskával. Lehet hozzátenni, hát csak így, egy
evőkanálnyi cukorot, ugye? Egy fél citromlevet, az nem árt, bele. Jó, kinyomjuk, fehér bort nem fogok használni, mert egyszer kipróbáltam. Kellene, elvileg lehetne beletenni fehér bort, egy fél decit talán. Így. Oké. Kézmos. Beletesszük az apróra összevágott tojás fehérjét, fehér részét. Jól mondtam, végül is. Tojás fehérjét. És most láss azok csodát. Az őrölt fekete bors. Sajnos kifogytam a friss petrezselyemből, ezért ugye fagyasztott petrezselyet fogok használni, amelyet felolvasztottam, és hát jól kinyomom a vizet belőle, és felvágom. Összeaprítom még jobban, mint ahogy volt. Jó. Ezt is beletettem. Igen. Kézmos. Köszönöm. És megkezdjük az összekeverést és a megízlelést. Ez gyakorlatilag holnapra készül, addigra fognak jól összeérni az ízek, hogy Isten igazában, de már most is jó végül is, friss fogyasztásra is, természetesen. Jó kis tartáros, kis tojásos, könnyű, nyárias, hát hogy egészséges, hát szerintem az. A jó étel az egészséges, mindegy mi az. Így van, gyerekek. És megkóstoljuk. Hát még persze itt nincs feloldozva igazából a cukorsás, ó, talán már igen, de azért már valamit fog mutatni. Yes. Nagyon finom. Igen. Só. Mégiscsak kell bele. Az kevés. A cukor nagyon dominál. Viszont a többi az rendben van. Tehát sót még óvatosan hozzáteszünk. Nem sokat. Tessék figyelni, kérem, és ez egy nagyon jó dolog, ezt szerintem a gyerekek is meg tudják enni. Úgyhogy mindjárt belenyaltam a kanálba, természetesen elmosom, mielőtt újra kóstolok. Erre kényes vagyok. Egyszer megtettem azt, hogy kóstoltam, és ugyanazzal a kanállal visszanyúltam az ételbe. Kaptam is beírást, és hát gyereke észhez térített, és igaza volt. Nagyon elszégyeltem magam, mert ez a szakácsoknál övön aluli ízlésnek számít. Mindahogy az is, hogy amikor a maradék borokat összeöntögetik, meg a maradék ételeket újra kihordják. Szóval az nagyon övön alul van, de a szádban levő kanált, ami volt a szádban kanál, kóstoló kanaladat, visszakóstolsz az ételbe, az is övön alul ízlés. De, most jó. Na, hogy gyerekek, hadd mondjam el, hogy az eredeti elképzelésem az volt,
hogy ezt nem kell ide, a lemon, a lime, hogy így fogom összeállítani. Így. Ez itten ecetes lilahagyma, lesózva, stb. Na, hogy két napja megcsináltam. Úgyhogy ha ez nem akarod, most akkor ezt felejtsd el, hogy ez itt van, itt bal oldalt. Ezt a három dolgot össze lehet keverni. Nyugodtan, nyugodtan. Tehát virslis, hagymás, fokhagymás, stb. Stb. Földbab. Lehetőleg puha babot használj, ne azt a kidney, az a vesebabokat, meg ilyeneket, aminek száraz a héja, nagyon kemény. Viszont a vajbab sem jó, az meg nagyon krémes. Tehát ez a pintó, ez a rózsaszín babokat lehet használni. Tehát nyugodtan hagymázzad le, hagymát sózzad le, ezetesz fel a hagyma, szép színe is van. Ezt és ezt keverd össze. Gyönyörűen kis petrezselyemződje, tehetsz rá borsót, stb. De ugyanez a megoldás. És kész. És ott van egy ilyen hagymás babsalátán, hidegen ez, hideg étel, ugye. Egy kis olívaolajat még tehetsz hozzá. Egy gyerekek, ez egy tökéletes így is. Tehát, ugye, érthető volt. Ugye ez felejtős, ezt félretesszük, és majd én azzal azt fogom csinálni, hogy lefőzök két-három krumplit, ilyen öklömnyi krumplikat lekarikázok, és megfőzöm, és majd ezzel fogom összesavanyítani a krumplit, mint köretet, mondjuk rántott hús mellé, vagy rántott hal mellé, úgyhogy eláll egy hétig, két hétig is, és akkor kérem, folytatjuk tovább a majonézes megoldást, mégpedig azzal, hogy ez már itt ugye ki van hűlve teljesen, ez a, még olaj is van benne, látjátok, bőségesen. Ugye az kell is egyébként, ha most ebben nem lett volna olaj, ugye, akkor ide kellett volna tegyek egy kis olívát. Na most, beletesszük a földbabot. Gyerekek. Gently, tehát szépen, nézd, milyen szép fényes a olajtó. Gently szépen átkeverjük. Gently az a, ugye van a gentleman, tehát gyengéden. Gyengéden, mint a szűzlányt, mikor simogatod, vagy a szűzfiút, mindegy, ki hogy gondolja. És hát így, ugye, ezt szépen összekevertük. És hát reménykedve abban, hogy ennek rendkívül jó íze lesz, ezt békén is fogjuk hagyni. Na persze, hát egy kóstolást azért, ennyit. Most itt azonnal, ugye, beiktatok. Meg is nézzük, hát persze ez még nem az a íz, ami majd holnap lesz igazából. Igen. Így marad. Nekem ezzel nem kell változtatni. Nyilván én érzem, hogy még nincs összeérve, még érzem a hagymának a íze még külön válik, hogy a többitől kiérződik benne nagyon, de nagyon fasz. Jó van tanítani, kérem, nagyon-nagyon jó. A tanárnő megkérde a gyerekeket, hogy milyen félsziget van itt és itt és amott, és akkor ugye azt mondja be egyik gyerek, hogy a tanárnőnek, a Yucatán, ahhoz neked semmi közöd, mondja a tanárnő. Lefedjük. Hűtő. A második mai főételünk. Neki, és hát... hogy mondjam? Kicsit ilyen... hát, hogy mondjam, jó is, meg nem is.
van egy pár nézőm, aki hát beírja. Na, semmi baj, nehogy félreértsetek, semmi baj. Na, hát ezt most hogy csináljam, várjál. A külső csomag... Ja nem, ez oké, jó van. Mert ez egy dobozba volt, jó van, semmi baj. Azt hittem, ennek volt egy doboza még, egy papír, és ez már a belső csomagolás volt, na mindegy. És hát egy páran, ugye, már beírták, hogy hát tulajdonképpen ők nem is annyira a főzés miatt vannak itten, és hát nézik a videókat, hanem a hozzáfűzött történetek, sztorik. Igen. Nos, én ennek örülök, hát ez nem kimondottan főző csatorna, ugye tudjuk. Ez egy ilyen kicsit ilyen live blog is egyben. Ennyi szalonka elég lesz. És ugyanebben az edényben, amiben volt ez a hagymás dolog, beletesszük, semmit nem rontunk el vele. Hoppá, beindítjuk. És hát van nekem sztorim rengeteg, gyerekek. És hát nagyon szívesen mesélek. Ugye, most már 64 elmúltam, elég kalandos életem volt, aminek örülök, hogy ugye sok mindenen átmentem, jól is, rosszan is, és hát tapasztalatokat szereztem, nagyon sokféle emberrel találkoztam, és tanultam tőlük, jót is, rosszat is, voltak köztük jó emberek, és rosszak is. Úgyhogy tapasztalat ugye az, hogy általában 70%-a a szemétláda, higgyétek el, vagy még több is. Ez most tiszta. De ez 80%-a sovány, 20 a fett. Ez 8 dollár 20 cent volt, és 2,42, tehát 1 kiló. Van. 1 kiló, és én úgy gondolom, hogy egy, hát a felét ugye elhasználom. Közepe még fagyos, egy kicsit. Jó van, ez nagyjából így oké, és yes. És hát vannak olyan esetek, amikor egyes történések ugye úgy alakulnak, hogy rossznak indul, és jó lesz belőle. Volt már ilyen nektek, hogy minden fordulunk, minden jóban van valami rossz. Vagy minden rosszban van valami jó. Ugye? Hát most túl sok a körítés. Mondhatjátok, igen, az volt. De hát a következők megértéséhez ezt muszáj volt elmondjam. Itt a régi videókból már tudtok róla, ugye nekem volt egy nagyon jó barátom, tanító mesterem, nevét is mondhatom, Szabó László, Újfehértó, Téglás, szóval erről a részről származott, és ugye, mint 114 évesen feljött Budapestre, és akkor hát mértelepeken aludt ott, dolgozgatott, sovány volt, 40 kiló. Hát így megalapította az életét, fölnevelt három gyereket, három fiú gyereket, akikből az egyik az milliómos lett, millió Győrben. És a lényeg, hogy én ennek az embernek voltam a rakodója, amire szívesen emlékszek vissza arra az időszakra, mert a zsíványságtól kezdve az okosság, ott minden volt. Ugye? Megtanított mindenre. Megtanított arra, hogy a menetlevélen két sor között ott legyen az 500 forint. Hát akkor az 500 forint az pénz volt. Ugye? Általában olyan 8-10 ezreket kerestünk durván. De hát ugyanannyit meg tudtunk keresni még mellette. Ez szokás volt. A jó sofőr az megkereste a sörrevalót, meg kiegészítette a családi kasszába, ugye, ami szükséges volt. Jó, megszűrjük, illetve
Na itt van az, amit mondtam, hogy nekem kellene egy ilyen műanyag kanál. Tegnap voltunk egy helyen, és ott láttam egyet, de nem tetszett. Miért nem tetszett? Nem, lila volt. Bazd meg. Ilyen. Tehát, hogy ne fémkanállal kelljen ilyenkor nekem itt nyúlkálni. Szóval, megyünk Szentgyörgymezőn, jövünk végig. Robur volt, Robur, platós Robur. És hát ott volt. Összem a szociális otthon, vagy nem tudom, hogy... Nem tudom, Szentgyörgymezőiek. Tudjátok, hogy hol van, ugye? A szegény ház, valamikori szegény ház. Ez doktor Szálási László, ugye, megírta az esztergomi szegényház történetét, és az esztergomi kórház, a Vaszali Koros kórház történetét, még egyszer mondom, nézzetek utána, doktor Szálási László, és hát őneki volt a bátyja, a Szálási, várjál, jól mondom, doktor Szálási Ferenc, ha jól tudom, Ferenc, nem lehet, hogy keverem a két keresztet. Igen, a Laci bácsi volt az idős, igen. Igen, aki a Szentgyörgymező másik felén, az nem tudom, mi volt annak a neve, Szent Tamás, nem, az Szent Tamás len van, len volt, ugye, lenti rész. Annyira nem vagyok vele tisztán, a Szentgyörgymezőt azt tudom pontosan, hogy az hol volt, meg hol van. Hanem, ahogy megyünk fel a Vaskapuba, ott balra az a rész, aki ilyen szíjparcellák voltak, és hát annak az fölött, hát egy ilyen az egzugos, ilyen mély út, ugye oda, ott volt neki a tanyája. Igen, Szálási Laci bácsi, és akkor az öccse, vagy a öccse volt a doktor Szálási Ferenc, ha jól tudom. Aki orvos volt és író. Na most, ugye ez az ember, ez hát őt lekulákozták, mert nem lépett be a közösbe, rengeteg birkája volt, szamara, kutyák, minden, nagyon szép gazdasága volt ott fönt, és oda mi feljártunk. Ugye, és akkoriban volt ez a MDF vonal, a megalakulása, meg egyebek, és képzeljétek, egyszer oda megyünk valamiért, ugye? És hát ott, ki van ott? Sinkovics Imre, ott nála vendégként, Csóri Sándor, és hát egyéb ilyen neves magyar személyiségek, de akiknek a nevükre már ilyen írók, meg ilyen, később ilyen politikusok lettek, nem tudom. De én annyira nem is értettem még akkor ezt az egész vonalat, közben, hogy ne ragasszam meg magam, fordulok, ide hozzuk a halapinyót, ami ki van belezve, és szintén ugye rátettem, és tovább dísztelem az egészet. És hát ezt miért mondtam el, mert eszembe jutott, azért mondtam el, ez rendkívül nagy bajsz, olyan bajsza volt, mint nekem, csak még nagyobb, ugye fehér bajsza volt. Tele volt, jó, anyagilag jól álltak ezek. Aztán az ő fia, Szálási Ferenc, pedig agronómus lett a hatoskői TSZ-be. Gyerekek, én úgy ismertem ezt az egész vidéket, ott a régi paraszt embereket. Hát nem tudom, ti mennyire vagytok vele tisztában. Spóner Józsi bácsi, a Cserép família, a Tóth família, akkor a harcok, harc elek, ugye akik később a gyerekei, azok butikosok lettek az esztergomi piacon, a Harc Csaba meg a Tomi, meg sorba, gyerekek, ezek mind, ilyen paraszt, gumi, bőrcsizmás, ilyen lovaglónadrág, kalapos, fehér ing, nyakkendő nélkül. A paraszt ember nem hordott nyakkendőt, csak be volt gombolva a nyaka fehér ingnek, ugye? Nem igen hordtak ők nyakkendőt, semmit. És mert azt mondták, hogy a paraszt, amikor ki van öltözve, akkor két dolog van. Vagy megy az álszámadásra, vagy a párgyűlésre, vagy az orvoshoz. Akkor öltözött csak ki a paraszt.
Ez érdekes, mi? Hát, de így volt. Mire öltözök? Én se öltözök ki sehova. És azt mondták, hogy nem kell ahhoz nagy parasztok lenni, hogy földed is legyen. Mert adékül is vannak. Csak ez már más értelemben. Na, szóval, mi hiányzik? Semmi. Várjál, fokhagyma hol van? Benne. Ja, nem itt van. Volt benne, már nem emlékszem. Nem volt. Nem volt, nem jó van. És nem, mert a másikban volt. Ebben ilyen daráltat veszek, az is jó. És hát ott jó, még kaptunk bort is, valamit vittünk oda, ilyen sarakot, ott leterítettünk valamit. És mondom, ott voltak. Csóri Sándor gyerekek. Ilyet. Sinkovics Imre. Jó emberek. Na. Szóval, és ugye, mit mondtam, hát visszakanyarodunk a Szabó Lacira. Ugye ez ő vele voltam ott, hát meg is nevettettük, mert hülyeskedtünk. Meséltünk ilyen jó vicceket. Aztán, kérem szépen, van ez a eszterőmi szegény ház, ugye visszatérünk, és ott egyszer csak jövünk. Beáll a rendőr. Zsiguli. És ugye ott nem úgy csinálták, mint mostanság, hogy beáll mögéd, és akkor mész előtte, és le kell állj, hanem ott megálltak. És följött egy hátul egy ilyen tábla, hogy közúti ellenőrzés, és ezért állj meg. Bassza meg. A Laci mindjárt leizzadt, pillanat alatt. Szóval mi a kurva anyjukat akarnak itt karácsony előtt, pár nappal. Hú! Na, valójön. A harabot kívánok. Ezt azt mondja. Nem tudja maga, hogy ez egy táblákat nem ismeri. Szóval milyen tábla? Szóval ez ott azt mondja. Kötelező elsőbségadás. Meg kellett volna állni. Hát azt mondja, de hogy át? Csak lelassított, az nem ugyanaz. Na, azt mondja. Adja ide. Személyigazolvány, menetlevél, folgalmi, mit tudom. Ott oda társa, neki ketten voltak. Nézegetik. Hát ugye, hogy kompjúter a rendőrkocsiba, ilyesmi nem volt, meg kamera, meg... Na, közben elemcsere volt. Visszaerősítünk. Hát nézegetik ott a cuccokat. Hát azt mondja, az úgy rendben is volna. És akkor ugye még akkor a személyigazolvány az egy kis barna könyvecske volt. És ott minden adatot benne volt, kérlek szépen. Minden az ég világon. A feleséged neve, az összes, ha jól emlékszem, még a munkahelyeid is, igen. Akkor hány gyereked van, a szakmád az nem tudom, de a foglalkozásod, minden. Minden benne volt abban a kis könyvben, személyigazolványban. Nekem meg is volt egy darabig itt kint, és jó sokáig érvényes volt. De már az újfajta. Most már csak egy ilyen kártya, azt hiszem az is. Ugye úgy tudom, jól tudom. És... Nézi! Azt mondja a rendőr. Szabó elvtárs, bassza meg! Hát magának három gyereke van? Igen. Őrmester elvtárs. Akkor még így beszélgettünk. Ezt most jól ki kell süssem. És... Hát nem szégyeli magát, mondja. Hogy ilyen felelősséggel a háta mögött, ilyen szabálysértést elkövet, veszélyezteti a közlekedést, a mások testi épségét, a biztonság, mit tudod, anyagi kárt tud okozni, stb. Ja, ugye, nem szégyeli magát? Ilyeneket csinál?
Most kénytelen vagyok, azt mondja, nincs semmi kedvem hozzá, de most kénytelen vagyok itt magát megbüntetni 2000 forintra. Azt mondja, van magának 2000 forint? Hát azt persze, hogy van. Azt mondja, hogy üzemanyag pénz. Jó, rendben. Szálljon ki. Na most azt mondja. Itt van nálam a maga összes papírja. Ott van az a bolt, én tudom is melyik bolt. Ott van a sarkon, ez az élelmiszer üzlet. Van mennyire 100 méterre lehetett. Most maga oda bemegy. És ezen a pénzen vesz a gyerekeinek édességet. Megértette? Csokoládét, feleségének is, és mind a három gyereknek. De az összes a 2000 forint. Itt várok, és ha majd visszajön és megmutatja nekem, akkor visszakapja a papírjait. Laci örült is, meg nem is. Bassza, meg bassza. Jó van. Elballagott. Bemegy a boltba. Megkerüli a kocsit a rendőr, oda jön a én oldalamra. Azt mondja, milyen ember ez? Mondom, hát ez nagyon jó ember, mondom, ez hát kicsit elbasztod. Jó van, semmi baj, azt mondja, én hallottam már én erről az emberről. Azt mondja, ez egy jó lehető srác. Azt mondja, itt vannak a papírjai, majd ha visszajön, adja oda neki, és kellemes karácsony ünnepeket kívánunk. A viszontlátásra. Beültek a kocsiba, és elhúztak. Na, egyszer csak jön ki a Laci. Megáll, ahogy kilépett a boltból, ugye fordul jobbra, néz a kocsi fele, azt így megállt. Azt így már onnan kiabál, azt mondja, mi van? Én is kiszálltam, szívíztem. Hol vannak a rendőrök? Mondom, gyere majd el, nem kiabálják. Azt elmondtam neki. Gyerekek! A Laci elkezdett sírni. Azt mondja, hogy ennyi édességet, de megtartott, nem vitte vissza a boltba. Szóval még ilyen rendőrrel nem találkozott, meg gondolom ti se nagyon. Na hát, nagyon apróra vágok össze, egy kis csanki legyen csak, ugye egy egész paradicsomot, paradicsomnak nevezzük, végül is az. Anagadták el. Hát szóval vannak ilyen sztorik, gyerekek. Voltak. Meg még ezen kívül nekem vannak más sztoriaim is. Már ott be is írtam egyik néző beírónak is, hogy lennének nekem más típusú sztoriaim is. Csajozásokról, verekedésekről, stb. Az, én úgy gondolom, hogy Erre, persze lenne, aki lennének erre is vevők, de ezt kihagyjuk, ezt a vonalat. Ezzel nem dicsekszünk, és különösen nem a csajokkal. Hogy azokat tiszteljük, a nőket, és szeretettel emlékezzünk rájuk, akik megajándékoztak minket valamikor a kegyeikkel. Én így vagyok vele. Egy kis majorannát teszek csak ide, nem sokat. Egy kevés piros paprikát. Ugye most a olasz ízeket kihagyjuk, nem annak szánom, nem olasz kajának. Teszünk fekete borsot. És egy csipetnyi köménymagot. Ennyi fűszerezés, bőségesen elég ide. Ugyanakkor van nekem egy ilyen, hát ilyen bazsalikomos, egyéb fűszeres paradicsom szószom. Ezt egy kicsit átpirítom, még így paprikával is. A marhahúst megrogyasztottam, bár ezt a szót nem szeretik, megfonnyasztottam, megdínszteltem egy kicsit a
ezt a paradicsom darabokat is, amely megegyezik a pizzaszósszal, egyebekkel. Még bele is öbrittem a dobozát. És gyerekek, ez így van, jó, ahogy van. Nagyon egyszerű volt, ugye? Nagyon egyszerű. Még öntök rá. Kis vizecskét. Le fogom fedni, és még egy negyed órát lassú tűzön, fedő alatt, teljesen puhára megfőzöm az egészet. Tehát úgy puhára, hogy a hús is, az összes zöld, paprika, paradicsom, minden, ugye, nagyon puha legyen. Alright? Ja, szalonna. Az visszakerül, igen, természetesen. Sőt, szalonna is. Alright, kész vagyunk. Jó? Fedő, és akkor fél órát legalább. Már negyed óra. Hát igen, volt egy kis szünet, egy fűvágás. Most már ugye készen van minden. Hát most egy demót csinálunk, jó? Csak egy demó lesz. És ez a lényeg, hogy tápmelegítsük rá a tésztát. Már le is kapcsolom, átforralom. Gyakorlatilag ennyi az egész. Most egy dolog maradt ki, ha jól megfigyeltétek a főzés folyamatát, hogy hát egy kevés sót muszáj rátenni. Arra nem teszek, de ide igen. Elég is sótlannak éreztem. Úgyhogy ennyi az egész. Gyakorlatilag én ezt most megeszem, akkor nem is kell már más vacsora, kimondottan. Oké? Igen, hát majd egy nevet kitalálunk. Kérem. Egyszerű. Igaz. Olasz jelleg, de viszont magyar fűszerezés. És ilyen jó lapos tészta. Jaj, de finom. Nagyon finom lett. Nagyon jó. A gyerekek. De jól laktam. Elég is volt. De náluk külön nincs ebéd, hanem hát van reggeli, meg van egy 5 óra, akkor egy ebéd és vacsora egyben. Mi már külön nem vacsorázunk. Szóval így állt be ugye a rendszer. Na most az elmesélt történetemhez még annyit hozzá szeretnék tenni. Először is egy javítás, hogy dr. Szálási Árpád. Szóval így rákerestek a Wikipédián, akkor ott meg lesz. Ez a nagyon híres magyar és esztergomi orvos. Azt hiszem székelyek voltak ők, az egész család. Tehát még egyszer dr. Szálási Árpád. Történész, író, stb. Nagyon sokat tett esztergomi. És hát még egy nevet tudnék mondani, de ezt már csak tényleg a nagyon idősek. Vagyis hát talán még az én korosztályom ismeri. Fiatalabb már nem igen, aki hát nagyon jelentős személyisége volt, ugye ennek a paraszti világnak, Mezes Ferenc, Feri bácsi, aki hát paraszt ember volt, és onnan feljött egész, hát ugye kocsis volt, utána brigádvezető, aztán csoportvezető, később lett ilyen elnökhelyettes, és a
elnök, PS elnök. Úgyhogy szép kis karrier befutott. Nagyon okos ember volt. És hát ő meg a TSZ-é tett nagyon sokat. És a fuvarozási ágazat, és hát ugye a lovakat, ő imádta a lovakat, és ameddig csak lehet, ezt fenntartotta a TSZ-en belül, ugye ezt a lótartást, és hát azzal való, ugye mint munkaeszköz, élő szerszámoként használták. Hát ma már ennek vége van. Úgyhogy ennyi. És ennek a videónak is. Remélem tetszett. Majd megírjátok, jó? Oké, hát maradok tisztelettel. Jani bácsi Floridából. Bye-bye.